Pont. Gödbül a botvége, ami azt jelzi, a horgász szerencse ezúttal elérte a pecást. Nem csak ez a közel másfél kilós példány került horog végre, de a szákokban szépen gyűltek a halak. Egészen más volt már ez a horgászverseny néhány esztendővel ezelőtt, amikor kis túlzással egy tenyérnyi keszeggel is kiemelkedő eredményt lehetett elérni. A gondos halgazdálkodás, a rendszeres telepítés meghozta az eredményét. Nem sok esélye maradt a víz népének a bátaszéki horgászverseny résztvevőivel szemben. Az első évben, amikor meghívtak bennünket a Márton Pistiek, akkor első évben ilyen apró kárászokat fogtunk. Már nem tudom pontosan megmondani, de ilyen 7-8 kilót fogtunk, akkor is hárman. Most azóta már sokat változott a tó. Tavaly nem fogtunk olyan sok halat, de most az idén jó helyet húztunk, úgyhogy sikerült halat fognunk. Földi Csaba azt is elárulta, a telepítésnek megvan a horgász szempontból az az előnye, hogy felpesdíti a tó életét, és szaknyelven szólva kimozgatja a régi halat, aminek a horgászok látják általában az előnyét. Az idei verseny eredményei alapján az egyesület elnöke örömmel nyugtázta, a tagok megelégedéssel mehettek haza. Azt mondhatom, hogy idén sokkal jobb lett a fogási eredmény. Igazán mondhatom azt, hogy mivel több lett a telepítés, egyre több a horgászunk, egyre jobbak az eredmények, sokkal nagyobbak a halak, és sokkal több darabszámba is. Igen, mindenképpen sokkal jobb a fogási eredmény az idei év a tavalyihoz, tavaly előttihez képest. Ahogy egyre szebb, egyre jobb fogást fognak a horgásztársaink, egyre jobban jönnek ők is. Lesz még idén bőven fejlesztés, amivel egy kicsit lemaradtunk az év elején, azt most megcsináljuk. Mindenféleképpen küzdünk egy vízutánpótlással, de ezt idén meg kell csinálnunk. Ez a legfontosabb dolgunk. A több mint 600 tagot számláló bátaszéki egyesület a város legnagyobb civil közössége, így eleje nem lebecsülhető. A tagság és a város együttműködése pedig példaértékű, például a jövő tervezésében, hiszen folyamatosan napirenden van a tó környékének fejlesztése is. Éveken keresztül problémájuk volt, hogy nem volt önálló vízük. És hála jó Istennek sikerült néhány évvel ezelőtt ezt a bányatavat úgy birtokba venni, hogy fel lehetett pesdíteni azt a civil egyesület életet, amit a Bátaszéki Horgász Egyesület mindig idegen vizeken, vagy legalábbis kisebb vizeken, mert Rárosan is dolgoztak, ott tudták megélni. Mi kiemelt szervezetként kezeljük ezt a civil szervezetet, nem csak azért, mert létszámában nagy, hanem azért, mert igen aktívak, és amellett, hogy hódolnak a sportszenvedélyüknek, azért nagyon komoly környezetvédelmi és természetvédelmi feladatot is ellátnak, hiszen ennek a tónak a környékét teljes egészében ők tartják, rendben ők gondozzák. Jó az együttműködésünk, és mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez a tó, ez hosszú távon tudja őket majd szórakozásukban is, és összejövőtőjük kapcsán viszont. Az egyesületnek, a célja és a tagságnak egy elképzelése, hogy ezt a területet egy ilyen nem csak horgász, hanem egy kiránduló központtá tegye, és azért látszik itt a környezetben, azért mindent megpróbálunk ezzel kapcsolatban megcsinálni, tehát a rendezése, illetve olyan fejlesztéseket csinálni, ami nem csak a horgászok, hanem a kirándulók ide kijövő embereket is tudják szolgálni. Itt azért látszik, hogy azért az egyesület, mint a város legnagyobb egyesülete, mert most is ilyen 600 fő fölötti tagsággal bírunk, azért össze tud fogni, és nagyokat tud alkatni, tehát itt azért az összefogásban nagy erő van. A lehetőségek, adottságok megvannak, most már csak egy jó pályázati lehetőség kell ahhoz, hogy be tudjuk kapcsolni egy kicsit a turizmusban is, hiszen az egyesület tagjainak is az a véleménye, hogy egy családi parkot hozzanak itt létre, ahol a horgász szenvedély mellett egy szabadidős tevékenységet is el lehet majd végezni, vagy lehet folytatni. Hát ebben próbálunk együttműködni, és ezt a feltételt rendszert megkeresni, és közeljövőben megvalósítani. Egyelőre a nap a horgász örömök, a dicsőség megünnepléséről szólt. A horgászok saját elmondásuk szerint őrzik a tavat, és védik a halállományt. Nem véletlen, hogy a verseny során kifogott példányok mind visszakerültek a vízbe, és a közös ebéd alkalmával nem a zsákmány került a bográcsba,
hanem egy igazi, hamisítatlan babgulyás.